Vannak Magyarországon olyan pártoknak látszó szekták, ilyen a Fidesz és a DK, amelyekben a vezető szava szent, az irányt bírálók pedig jobban teszik, ha befogják a pofájukat. A DK volt alelnöke, nagy Hussein Tibor is jobban tesz, hogyha kussol, vagy pedig el lehet menni. Tessék, lehet menni. Nagy Hussein Tibor a DK alelnöke volt, de már nem az ugyanis nemrég kilépett a DK-ból, és az alelnöki pozícióját meg hát ugye nem vihette magával. De miért lépett ki az alelnök úr? Hát ez az igazán izgalmas kérdés, itt kérem szépen. Írt erről egy posztot a Facebookra, amit nem törött ki, hanem a poszt valahogy kitörlődött magától. Ráadásul most már maga nagy Hussein Tibor sem fér hozzá a saját Facebook oldalához. Hát mi a franc történik ebben a pártban? Na de mit is írt konkrétan a posztjában a volt alelnök? Nem olvasom fel az egészet, csak amit lényegesnek tartok belőle, mert picit hosszú lenne a videó. A szöveget lerövidítettem, de a teljes változat linkjét megtaláljátok a leírásban. A következő írta a Demokratikus Koalíció volt alelnöke. Kedves Feri! Reméltem, hogy legalább lesz mód beszélni arról, hogy így kellett-e árnyék kormányt alakítani. Megjött a körlevelet Feri, amiben kongresszusra hívod a tagságot, és azt mondod, gyere el és hallgass meg a beszédemet, valamint Dobrev Klára iránymutatását az előttünk álló időszakra. Nem azzal van bajom, hogy beszédet mondok, hanem hogy a tag feladata csupán az egy kongresszuson, hogy meghallgasson benneteket. Szó nincs arról, hogy a tagság megvitatna valamit, javasolna valamit, döntene kérdésekben, már pedig egy kongresszus erre való. Ahhoz, hogy a DK egy rendszerváltásra is képes demokratikus ellenzéki erő alapja lehessen, azt kell mutatnunk a választók felé, hogy a DK valóban demokratikus párt, nem a volt Gyurcsány kormányra épül, és hogy ez a párt nem egyszerűen csak Gyurcsány pártja. A DK-ban nem a pártnak van elnöksége, hanem az elnökségnek van pártja. Az elnökség egy zárt klubbá vált a párton belül. Zárt, mert a tagság felé sem jeleníthetőek meg az esetleges viták, külön vélemények. Kedves Feri, kedves taktársaim, kilenc éve léptem be a DK-ba. Ezen a kongresszuson már nem leszek ott. Ebben én már így nem látom értelmét részt venni. Hogy egyértelmű legyen, jelképesen visszaadom a tagsági könyvemet, szomorúan, csalódottan kivépek a pártból. Most csak ennyit tehetek ezért a pártért, az országért talán még tehetek valamit. Nagy Huszány Tibor Orbán egy gyurcsány Mi a különbség Orbán és gyurcsány között? Mi a különbség a DK és a Fidesz között? Az, hogy az egyik szektának még nem kellett gumilövedéket bevetni a tüntetők ellen, mert azok a tüntetők az ultrákhoz képest jóval békésebbek voltak? Meg az, hogy az egyik szekta balliberálisnak mondja magát, a másik meg konzervatívnak? És melyik állítást hisszük el a kettő közül? Orbán Putinnal haverkodik, Gyurcsány Putinnal haverkodott. Orbán nyugger szektát épít, Gyurcsány is. Orbán teljes egészében uralja a pártját, Gyurcsány is. Orbán nem tűri a vitát, a kritikát, Gyurcsán sem. Orbán nyuggerei verik a tüntetéseken a fiatalabbakat, Gyurcsán nyuggerei is. Orbán a stadion van a kertjében, Gyurcsánynak meg egy zsidóktól ellopott villája van, sokkal jobb. Gyurcsán kisztag volt, Orbán is. Orbánért úgy rajonganak az öregnénik és öregbácsika, hogy egy észak-koreai diktátorért szokás rajongani, Gyurcsányért meg szintén. Orbánnal nem lehet demokratikus jogállamot felépíteni, és Gyurcsányal se. Hogyan is lehetne demokratikus jogállamot felépíteni egy olyan pártal, amely pártnak fogalma sincs arról, hogy mit jelent a demokrácia, ahol komolyan vehető viták lényegében nem léteznek. Ahol a pártelnök döntéseit nem igazán meri senki sem megkérdőjelezni. Nagyon úgy tűnik, hogy a DK egy ilyen párt. Eddig is így tudtuk, mert ezt láttuk és ezt hallottuk, de most ezt nem a DK-val szemben kritikus, megmondó emberek mondják, hanem a DK volt, alelnöke mutatja be így ezt a pártot. Eddig gondolhattuk, hogy ezek csak plegykák, és lehet, hogy nem így van, de ez itt egy volt alelnök, kérem szépen. Azért így már egészen más az öregecskedő leányzó fekvése, nem? senki se értsen engem félre. Szerintem nagyon jó, hogyha egy vezető kézben tartja a dolgokat. Jó, hogyha ha megszabadul, és jó, ha leszámol a láttam már néhány dolgot a politikában, például pártot szervezetet belülről is, és tudom, hogy néhány ember mindent szét tud trollkodni. Na ezt nem szabad hagyni. De az már nincs rendben, hogyha egy pártban, vagy mozgalomban, vagy akármi csodában a vezető szava mindig szent, és nincsenek viták. Konstruktív vitákról beszélek. Kívülről úgy tűnik, és mint látjuk belülről is, hogy a DK-ban nincsenek igazi viták. Ez a párt a gyurcsányházas pár pártja. És ez már önmagában egy rossz vicc a XXI. századi Magyarországon. Talán nem annyira rossz vicc, mint Orbán Viktor, de majdnem. azt a kongresszust, amin végül a volt alelnök úr nem volt hajlandó részt venni, hát ettől függetlenül megtartották a gyurcsányék, és talán tényleg jobban járt Nagy Hussein Tibor, hogy nem ment el oda. A Telex a következő címmel számolt be az eseményről. Úgy ünnepelték Dobrev Klárát a DK kongresszusán, mintha most nyert volna választást. És még ebben is hasonlítanak a Fideszre. Mindig a sikert és a sikerességet kell mutatni, kommunikálni. Akkor is, hogyha esélyünk sincs nyerni, sőt, nem is akarunk. Akkor is úgy kell tenni, hogy mi már nyertünk is. Pontosan ebből az álnyék kormányból lesz az a kormány, illetve nem lesz, hanem lenne, amelyik a sorozatos kudarcot is sikerként állítja be. Amelyik simán belehazudja az emberek képébe, hogy minden rendben van az oktatással, meg az egészségügyel, és a miniszterelnök úr sereket be. Nem beteg! A lépsi haladó migráns simogató öreg anyád a beteg, nem a miniszterelnök úr. Mindenki hallja, hogy reked, de azt kell mondani, hogy Orbán Viktornak kutya baja. Hát, hogyha az egy reked kutya, akkor valóban kutya baja. Addig kell ünnepelni Dobrev Klárát, amíg majd valahogyan az árnyék kormányból eltűnik a árnyék. A DK soka a Gyurcsány partizán interjúja után rájöttek arra, hogy tulajdonképpen már nyertek is. Hiszen nem ők vesztettek, hanem már Kizai Péter, és ha MZP vesztett, akkor ők nyertek. Hát ez világos, mint az árnyék. A DK kongresszusán állítólag a könnyeikkel küzdködtek a nyugdíjasok, amikor meglátták, hogy a Dobrev Klára kilép az árnyékból az árnyékba. Az árnyék miniszterelnök asszony elmondta a híveinek, hogy a DK-ban tudják, hogyan kell kormányozni. Csak az a baj, hogy mi is tudjuk, hogy ők hogy tudnak kormányozni, mert emlékszünk rá. A DK egy árnyék szekta. A Fidesz árnyéka. És nagyon találó az árnyék kormány kifejezés is, ugyanis az árnyék eléggé hasonlít arra, aminek a árnyéka. És mindent pontosan úgy csinál, leszámítva, hogy súlytalan, valójában nem létező entitás, és minden, amit tesz, tök lényegtelen és felesleges. Egy árnyék csupán. Magyarország a Matrix, Orbán és Gyurcsány pedig Neo és Smith ügynök, egymás árnyékai. Az egyre kevesebbet érő forintérme két oldala. Mindenki döntse el maga, hogy melyikük Neo és melyikük Smith. Hát ebben nincs konszenzus, de az biztos, hogy a valóság a Mátrixon kívül van, csak ezt a világot nem sokan ismerik, mert ahhoz előbb be kéne venni a piros pirulát és felébredni. De ha már szóba került a Matrix van még két videóm, amikben szintén szóba került ez a film valamilyen módon. Itt vannak alattam, úgyhogy bekaphatjátok, mármint a piros pirulát, és megnézhetitek ezt a két videót is, ha már erre jártatok, és én megmutatom nektek, hogy milyen mély a nyúl ürege.